Szíve templomban megtartott ünnepi szentmisével emlékeztek az államalapítás évfordulójára Pakson. A szertartás után a templom előtti téren Szabó Péter polgármester arról beszélt, hogy annak ellenére, hogy a magyarok az elmúlt 1000 évben rengeteg viszontagságot éltek meg, a közös jövőbe vetett hitünknek köszönhetően mégis sikerült erős nemzetnek megmaradnunk. De az erőt nem a nagyság adja csupán, hanem az akarat, a szív tüze, a megharcolt szabadság büszkesége és az a bölcsesség, mely felismeri az irányt, ahová tartanunk kell. Terjesszék karodat, és áldasz áldásodat erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk országunk fővédő szentjének ünnepírószunk most elé. Teljesen megtelt a bátaszéki Nagy Boldogasszony templom a csütörtök délelőtti ökumenikus kenyérszenteléssel egybekötött szentmisén. A településen már évek óta hagyomány, hogy a városi és vallási közösségek közös ceremóniával ünneplik a Szent István napot, ezzel szimbolizálva az összetartozást. Bozsolik Róbert polgármester Szent István örökérvényű üzenetére a nemzetben gondolkodás fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét. Ne csak magukra gondoljanak, ne csak a mára gondoljanak, hanem döntéseikben próbálják belefoglalni, hogy a jövő nemzedékének is most alapozzuk meg az életét, most alapozzuk meg a lehetőségeit, és ha ennek szellemében tudunk dolgozni, akkor valóban 1000 év múlva is lesz magyar szó a Kárpát-medencében. Dombóváron a kenyérszentelés mellett elismerés átadással ünnepeltek. A városban hagyomány, hogy az önkormányzat saját új kenyeret süttet, aminek az eladásából egy-egy helyi civil szervezetet támogatnak. Idén 2 dombóvári közösséget is elismert a város önkormányzata a helyiek szavazatai alapján. A legtöbb szavazatot dombóvári ifjúsági fúvószenekar kapta, és az új kenyér értékesítéséből befolyt támogatás átadásra került. A tegnap előtt lezárult szavazás eredményét közzétettük, ebből adódóan az idejében a mentő alapítvány lesz az a civil szervezet, aki 2020-21-ben a város kenyerér értékesítő befolyt árbevételnek bizonyos 100%-át megkapja. A koronavírus terjedése miatt idén a korábbi évekre jellemző tömegrendezvényeket nem lehetett augusztus 20-án tartani.